Úgy élni, hogy valakiknek mindig szüksége van ránk. Ha másért nem, azért a gyenge bukdácsoló tudásért, amivel be tudunk adni egy fájdalomcsillapító injekciót, fel tudunk írni egy köhögés elleni szörpöt, erőt tudunk önteni az elesetbe. Ha csak egy percre, egy napra vissza tudjuk adni a hitét. Tedd meg, ami tőled függ. Ha sikerül valamit keresztül vinned, ami másoknak is hasznos, akkor értelme volt tevékenységednek, nyertél. Mit ünnepeltek a mai napon, és hogyan zajlik az ünnepség? 2011. július 1-e nem csak a köztisztviselők napja, hanem a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe is. Ez az egészségügynek egy olyan ünnepe, amikor Szemmelweis Ignácra, egy nagyszerű magyar orvosra emlékezünk, és emellett, hogy őre emlékezünk, a magyar egészségügyi dolgozókra is gondolunk, megköszönve az ő kitartó, lelkiismeretes munkájukat. Ezek szerint kitüntetéseket is fogtok átadni? Igen, természetesen minden évben 2011 óta ezen a napon kitüntetést adunk át, nem csak az egészségügyben dolgozók részére, hanem a szociális területen dolgozók részére is. Mi itt Lentiben együtt ünnepeljük a szociális szféra, és az egészségügy együtt ünnepeli ezt az ünnepet évek óta, hiszen a munkánk is elválaszthatatlan egymástól, együtt a betegekért dolgozunk közösen. Lenti Város Önkormányzata és a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet által elismerésben részesültek a következő személyek. Dr. Vencel István, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet belgyógyász szakorvosa. Dr. Szalai Tamás, a 4. számú házi orvosi körzet családorvosa. Dr. Buda Botond, címzetes egyetemi docens, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet neurológus szakorvosa. Horváth Istvánné, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet bőrgyógyászati szakrendelés asszisztense. Lezsán Törgyekes Eszter, a Kolping Gondozási Központ Lenti és Kistérsége Intézményének szociális segítő munkatársa. Fordán Gézáné, a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ szociális gondozója és személyi segítője. Belső Tiborné, a Bölcsöde Lenti Intézményének csoportvezető kisgyermeknevelője. Virág Antal, a Lenti Gyógyfürdő Kft. Irányítása alatt lévő gyógyvízmedicina egészségügyi szolgáltató BT gyógymasszőre. Dénes Balázs, az Országos Mentőszolgálat Lenti mentőállomásának mentőgépkocsi vezetője. Szemmelweis nap alkalmából főorvosi kitüntető címek átadására is sor került, főorvosi kinevezését vehette át dr. Mészárovics Gabriella, a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet fogszakorvosa. Dr. Kis Gyula, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet bőrgyógyász szakorvosa. Dr. Hamade Fuad, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet reumatológus szakorvosa. Dr. Toftin Mihály, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet radiológus szakorvosa. Meglepett ez a fogadtatás. 1990-es évek közepetáján úgy hagytam el az állami önkormányzati egészségügy süllyedőben lévőnek tűnő hajóját, hogy én bizony ide-vissza nem jövök többet, de hát aztán Fekete Zoltán doktor képviselő úrnak a tartós munkolására mégiscsak itt kötöttem ki. Nagyon-nagyon jól érzem magam, és azt hiszem, hogy példanélküli az a munka, ami itt folyik az európai színvonalú kistérségügyi, egészségügyi ellátás megteremtése, fenntartása ügyében. Ezzel párhuzamosan egy olyan színvonalú humanitárius tevékenység is folyik, és hát egy olyan szellemiség alakult ki, és van itt a rendelőintézeten belül, amely már a határainkon kívül is felkeltette a figyelmet, nem csak a szlovéniai határon, a közeli határon túl, hanem messzebb a székelyföldi erdei részeken is. Szeretném én átadni, most egyedül, ha itt lenne a Szalai doktor, akkor ő lenne a második, a Szent Gellért erdélyi lovagrend
képviseletében. A lovagrend szeretne Szent Márton emlékérmet ajándékozni a rendelőintézetnek, és szeretném megkérni Fekete doktort, hogy legyen olyan kedves átvenni az emlékérmet. És a nehezebbet. Nagyon szépen köszönöm. Nehezebbet direktoromban. Szeretném megköszönni a meghívást, szeretek itt lenni, és azt gondolom, hogy talán érzik, hogy ez így is van. Az első a gratulációé. Gratulálni szeretnék azoknak a kitüntetetteknek, akik a Semmelweis nap alkalmából arra érdemesek, hogy ezeket a díjakat átvehették. Szeretnék gratulálni kollégáimnak, akik a főorvosi rangot megkapták. Talán ez is példaértékű lehet más intézmények számára, hogy nem egy-két évnek kell eltelni ahhoz, hogy egy címet, egy rangot megkapjon valaki. Ők megdolgoztak ezért a címért. Ők abban az időszakban is főorvosi munkát végeztek, abban az időszakban is főorvosként viselkedtek, amikor csak orvosnak hívtuk őket. Nem a titulus határozza meg, hanem azt gondolom a lelke, az embereknek a hozzáállása a beteghez, hogy egyébként milyen munkát végez. Hogyan foglalná össze Lenti jelenlegi egészségügyi helyzetét Zala megyén belül? Azt kell mondanom, hogy minden település, ami ilyen nagyságrendű, egy kisváros, hasonló egészségügyi ellátással kell, hogy büszkélkedhessen. Örülünk annak, hogy 1999 óta esetkocsink van, most pedig mentő orvosi kocsi itt van a mentőállomáson. Járóbeteg szakellátásunk van a házi orvosi rendelők mellett, és ezeket az épületeket fel is tudtuk újítani. Nem olyan rég történt meg a mentőállomásnak a felújítása, közösen az önkormányzattal. A rendelőintézetnek, ahol most vagyunk, szintén megtörtént a felújítás, és most lesz a házi orvosi rendelőknek egy éven belül a 3-as és a 4-esnek a felújítása. Tehát mondhatjuk azt, hogy mind a humán erőforrás, mind pedig az épületek és az eszközök olyan állapotba kerülnek, hogy a lentiben élő és a környéken élő emberek biztonságosak gondolhatnak a jövőkre. Milyen jelentős változások történtek az elmúlt egy évben Lenti egészségügyében? Az elmúlt 5-6 évben nagyon sok változás történt, mind az egészségügy, mind a szociális területen. A Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben 2011 évben egy 600 milliós pályázat valósult meg. Ez infrastruktúra, eszközfejlesztés tulajdonképpen, és itt az intézetben a fejlődés nem állt meg. Jelenleg 2 EFO pályázat van beadás alatt a rendelőintézet részéről, és ennek az elbírálását várja a rendelőintézet. Az egyik szintén az eszközpark fejlesztése, a másik pedig a dolgozói létszám bővítése. De elmondhatom, hogy fejlődés történt az egyes és a kettes házi orvosi körzet már megújult, és ma szeretném ünnepélyesen bejelenteni, hogy a 3-as és a 4-es házi orvosi körzet egy top pályázat keretén belül nyertes, és rövidesen elkezdjük a két rendelőintézetnek a felújítását. A bölcsőde már 2006 évben elkezdődött a fejlesztése, és az idén szintén egy több százmilliós nyertes pályázatnak köszönhetően a bölcsőde óvoda egyaránt megújul. A mentőállomás az 2014-ben újult meg, részben pályázat, részben a Lenti Város Önkormányzata támogatta több mint 3 millió forinttal a mentőállomás fejlesztését. Ezen kívül a városunk rendelkezik egy orvosi ügyelettel, a mentőállomással együtt az orvosi ügyelet 58 településen magas színvonalon látja el a térségnek a sürgősségi ellátását. A gyermekvédelmi ellátásról ez a napsugárcsapás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szintén nyertes egy pályázatban. Teljesen meg fog újulni az intézmény infrastruktúrába, dolgoz személyzetileg is. Ezek a pályázatok rövidesen el fognak kezdődni, ezek nyertes pályázatok, és azt gondolom, hogy év végére meg is tudjuk valósítani. Aztán én azt gondolom, hogy a gyógyszertárak, a Zalai Szent Mihály gyógyszertár és a Gyöngyvirág gyógyszertár is szorosan az egészségügyi működéshez hozzátartozik. Mindahogy a városlakók, itt élők láthatják mind a két gyógyszertár megújult környezetbe fogadja a betegeket. Ezen kívül
2011-ben a város két szolgáltatással bővült, itt a rendelőintézet emeleti épületében fogyatékosok nappali ellátása és a támogató szolgálat. Örömmel mondhatom el itt is, hogy egy sikeres nyertes pályázatnak köszönhetően foglalkoztatással fog bővülni a fogyatékosok ellátása, ami abban fog segíteni, hogy tulajdonképpen az ide bejárók plusz jövedelemhez tudnak jutni, és plusz elfoglaltsághoz. És utolsóként szeretném megemlíteni a Kolpin gondozási központot. 2009-ben volt egy 120 milliós fejlesztése az intézménynek, és 2015-ben pedig egy 150 milliós fejlesztés. Ennek következtében az intézmény szintén infrastruktúrálisan megújult. Én azt gondolom, nincs a városnak olyan egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi rendszere, amihez az elmúlt 5-6 évben hozzá ne nyúltunk volna. És hát természetesen a város akadálymentesítése is hozzá kapcsolódik ugye az egészségügyi munkához. Én azt gondolom, hogy az intézmények 99%-a és a városnak a járda része már akadálymentesítve van. A maradék 1-2% az pedig természetesen a jövőben meg fogjuk oldani.